Dicsértessék a Jézus Krisztus, és Isten hozott mindenkit a mai estén a nehéz kérdések és világos válaszoknak a következő előadásán. És ahogy azt már itt szoktuk, elég érdekes témákat próbálunk elővenni ebben a sorozatban. A mai estére is egy ilyen jutott, ami állandó részese azoknak az életének, akik tényleg ott vannak az egyházi közösségeknek az életében, akik a plébániákon aktívan közreműködnek, dolgoznak, templomba járnak. A mai estén a lelkipásztori áthelyezésekről lesz szó majd. Ugye ez az, ami minden nyáron úgy elindul, hiszen a mi egyházmegyénkben, meg a legtöbb egyházmegyében augusztus 1-jével kerülnek a lelkipásztorok új helyre, és hát ilyenkor bizony az emberi oldal az elindul bennünk is. Atyákban is, meg a ránk bízott hívőkben is. És sokszor úgy tűnik, hogy nehéz megtalálni annak az értelmét, hogy egyáltalán miért jó az, vagy jó-e egyáltalán az, hogy a lelkipásztorokat helyezik a különböző plébániák között, illetve melyek azok a szempontok, amelyeket ilyenkor figyelembe vesznek egy-egy ilyen döntésnek a meghozatalához. És hát nyilván ki az, vagy kik azok, akik a legjobban tudnak beszélni így a lelkipásztori helyezésekről, mint a püspökatyák. És hát pont ezért kértük meg erre a mai estére Szabolcs püspökatyánkat, hogy egy picit segítsen nekünk ebben. Most püspökként, de korábban ugye irodaigazgatóként is ebben a folyamatban jócskán benne volt, és pontosan tudja azt, hogy mennyi mindenre kell ilyenkor figyelni, hogy felelős döntést tudjanak a püspökatyák meghozni, és erre fog rávilágítani remélhetőleg ezen a mai estén, úgyhogy nagy szeretettel köszöntjük Szabolcs püspökatyát, és mindenki hegyezze a ceruzáját is, hiszen a végén természetesen lesz majd lehetőség kérdéseket is feltenni püspökatyának. Püspökatya, köszönjük szépen a ma esti idődet, amit ide szánsz, és örömmel hallgatunk. Én is köszöntelek Robi atya és minden résztvevőt ezen a, hát most már ismert előadás sorozaton. A címen, az alapcímen azért elgondolkoztam, hogy nehéz kérdések, és azt gondolom, hogy nagyon nehéz kérdések, amik egy-egy diszpozíció kapcsán előkerülnek. És azt kell, hogy mondjam már a legelején, és akik most már ceruzát ragadtak és elkezdték, hogy milyen kérdéseket fognak feltenni, hogy nincsenek mindig világos válaszok, illetve nem tudunk mindig világos válaszokat adni, nem az atyának, aki mondjuk egy áthelyezésen esik át. Ugye létezik ez a diszkréció, ami nálunk a gyónási titok is. Tehát vannak olyan esetek, amikor az illető atyával megbeszéljük, hogy miért történik ez az áthelyezés, de ez sokszor éppen a lelkipásztorok védelme érdekében nem tesszük publikussá. Tehát jönnek levelek, felháborodások és küldöttségek, de erről majd még később. Ne menjünk ennyire előre ebben a témában, fogalomtisztázással kezdjük. Dispozíció, gyönyörű latin szó, de hát a kicsengése, az eredeti kicsengése sem túl pozitív, ugye most mi úgy fordítjuk le szépen, hogy papi áthelyezések. Igazából azt jelenti szó szerint, hogy disponálre, hogy elrendezni. És ennek van egy negatív kicsengése, hogy mondhatják a hívek, hogy na, a püspök jól elrendezte az életünk, meg a plebániánkat. Vagy egy pap is mondhatja azt, hogy na, jól elrendezték az életemet. Azok személyes vallomással, mert most itt tényleg zárt körben vagyunk, kezdem, hogy számomra is minden egyes áthelyezés rendkívül nagyon nehéz volt. És megviselt, még néha testileg is, de lelkileg mindenképpen. Nekem három ilyen nagy áthelyezésem volt. Az első volt a legnehezebb. És hát itt most férfi létemre megmondom őszintén, hogy ott bizony sokszor én magam is sírtam meg. Voltak álmatlan éjszakáim,
Az első dispozíción története az egy nagyon, nagyon érdekes szituáció volt. Elég késői órákban hívott az akkori megyés püspök, Konkoly püspök úrról tudni kell, hogy ő éjszakai bagoly volt. És hát csörgött a telefon a plébánosomnál, és pár perc beszélgetés után jön ki az atya, plébános atya, és mondta, hogy de láttam rajta, hogy hát a püspök atya beszélni akar veled. Elmondom a sztorit egyébként, közölte a püspök, hogy egy áthelyez egy nagyobb városba, hogy ott még több tapasztalatra tehessek szert, hiszen itt már, ahol az első állomás helyen volt, 4 évet is eltöltöttem, és hát biztos jót tenne egy másik közeg, és az ott lévő káplán atyát fogom kinevezni egy bizonyos plébániára, ami a 3 hónapja betöltetlen volt. De ha elmennél erre a bizonyos plébániára, akkor hát nem kellene ilyen tiszteletköröket, hát végülis már lehetné plébános is, nem? És hát én mondtam, hát püspök atya, hát ez nem kérdés, én szíves, ahova küld, megyek, szívesen. És talán jó volt, hogy így elsőre igen, mondtam, na és akkor utána indulnak be ezek a folyamatok, azt gondolom a hívekben is, az érintett papokban is, hogy elkezdünk osztani, szorozni, nyilván megnézzük, hogy hova megyünk. Én is elmentem, hát megnéztem. Hát, és aztán, tudjátok, hát ugye a papi vélemények, az idősebbek. Például volt, képzeljétek el, hogy szüleimnek valaki azt mondta, hogy na, a maguk fiát ott szét fogják szabni. És tényleg az első reakció, tehát az első hetek, hónapok nagyon nehezek voltak. Például kitalálták azt, hát, hogy akkor még nem voltam 30 éves se, hogy gyerekpap. Ilyen botrány, hát hogy hát hozzánk a püspök egy ilyen gyerekpapot küldett. Tehát ezt a fogalmat én még soha nem hallottam, ott tanultam meg. És hát árgus szemekkel figyeltem, hogy mikor fognak engem itt szétszabni. És teltek múltak a hetek, hónapok, és rájöttem arra, hogy rendkívüli jó, nem mindig vallásgyakorló, de rendkívüli jó embereket ismerhetek meg a boltban, az iskolában. És rendkívül módon megszerettem ezt a helyet, 3 évet töltöttem. Hogy még erre is kitérek, tehát hogy van úgy, hogy ez a 3 év, ez nagyon kevés volt, de vannak olyan dispozíciós szempontok, ami miatt én is azt mondtam, hogy jó, igen, rendben, értem. Akkori megyés püspök, András püspök beívott központi szolgálatba, és az első 8 hónap az ilyen ingázás volt. Télvíz idején az angyalok bőven kaptak feladatot, na a lényeg az, hogy be kellett látnom, hogy az az elképzelés, hogy a mindenkori irodaigazgató legyen Szombathelyen, egy kisebb plébánián, hogy ez lesz a járható út, mert ebben ki fogok én is készülni. És hát az utolsó, hát nem utolsó, hát nem tudom, de hogy így jártam, és azt is látnom kellett, hogy bármennyire szeretem ezt a szombathelyi plébániát, az, hogy én nem vagyok itthon hétvégente, és innen helyettes, onnan helyettes, hogy ez így nem fog működni, és most már ez 2,5 éve, hogy ezt az utolsó, úgymond, dispozíciót átéltem, rettentően megviselt, és én ezt most nagyon őszintén mondom, és 2 év után, most nyáron éreztem először azt, hogy az új helyen, ahol élek, vagy az estémet töltöm, hogy itthon érzem magam, de ez 2 évbe telt. Bocsánat azért a hosszú és személyes és nem tudományos bevezetőjét, csak azért mondom el minden hallgatónak, hogy érző emberek vagyunk, én magam is, és tudom, hogy ez sokszor érzelmileg befolyásol, érint bennünket, engem is. Disponálni, elhelyezni, elrendezni.
A megyés püspöktől vagy a rendi elöljárótól kapott rendelkezés, hogy bizonyos beosztásba helyeznek egy papot vagy egy szerzetest. Ez a tömör összefoglalása magyarul, tehát hogy az elöljáró intézkedik arról, hogy egyik másik pap ide-oda-amoda kerüljön. És itt egy kis lábjegyzetet tartok a szerzetesek kapcsán, mert akkor van a legkönnyebb dolgunk itt, amikor jönnek ilyen kis lázadozások, amikor egy szerzetes helyeznek el, mert ugye itt az egyházmegyében is hála Istennek dolgoznak, működnek szerzetesek, verbiták szalíziak, ferencesek, és ott a rendi elöljáró kéri a megyés püspököt, hogy a döntést azt foganatosítsa. Tehát a szerzetesek ez úgy mond, itt az egyház mennyében ilyen szinten az ő áthelyezésükhöz nincs közül, nem is szólunk bele, tehát ezt fenntartjuk, hogy országos szinten a rendi elöljáró az ő segítőivel, tanácsadóival erről döntsem. Sokkal inkább fogom érinteni azokat a dispozíciókat, amelyek hát a egyház mennyében léteznek. Nagyon messziről kezdem, hogy mi szükség van erre, hogy egy püspök úgymond utasítson, irányítson, vezessen. Hát maga Jézus is küldte az apostolait kettesével, ahova előtte menni szándékozott. Így indul a misszió. És az apostol utódok, a püspökök is próbálják átlátni a lelkipásztori területet, és próbálják küldeni a lelkipásztorokat. Egyházmegyénk védőszentje, a Szent Márton zseniális volt ebben. Ő élete végére Gallia, az nem volt olyan település, ahol ne lettek volna keresztények, de ez az ő missziós elköteleződése, és Bliguzséban, Márnyékében is képezte ki a misszionáriusokat, és küldte őket, bár Szent Márton először maga ment és rendet csinált a falvakban, de ennek köszönhető, hogy Gallia akkoriban keresztény vallású lett döntő többségben. És akkor nagyot ugrok, hogy az egyházi jogban is ez folyamatosan csiszolódott, hogy egy megyés püspök milyen módon helyezi a papjait, és hogy miért volt erre szükség. Most egy ilyen kis történelmi morzsát, adalékot hadd adjak, a nagyszombati zsinatból olvastam ezt ki. Ez 1600-as években volt is itt, hát magyar földön, hogy ilyen problémái voltak a megyés püspököknek, és egy ilyen rendelkezés. Mivel a papok önkényesen elhagyják a helyüket, és tetszésük szerint foglalnak el plébániákat, ezután tilos a püspök írásos megbízása nélkül plébániát elfoglalni. Az ellenkezője felfüggesztést von maga után, tehát a legsúlyosabb büntetés. Tehát, hogy lássátok, hogy azért volt világ régebben is, és ha visszagondolunk, a Szent Benedek regulájában olvashatjuk, hogy a Benedek óva inti az apátokat a vágus papoktól, ezek a kóbor papok. Tehát már akkor, a keresztény ókorban is megvolt ez a fajta kísértés, hogy a papok vándoroljanak, és akkor befogadást nyerjenek egy-egy kolostorba, egyenek, igyanak, imádkoznak, jól érezzék magukat, majd aztán megmondták, mennének tovább. Tehát ez a fajta rendetlenség már Szent Benedek idejében is tapasztalható volt, és hát ő mondta, hogy tartsd meg a rendet, és a rend megtart majd téged. Tehát, hogy ez a rend, ez folyamatosan alakult ki, egészen a másik vatikáni zsinatig voltak változtatások a dispozíció kapcsán, de ez most nem egy egyházjogi előadás, de például egy ilyen magyar specialitást mondok, és hát biztos, hogy ezt hallottátok, hogy itt a monarchiában megvoltak a kegyúri templomok. Tehát, hogy volt egy gróf, egy báró, egy herceg,
és aztán ő templomot épített, föntartott, finanszírozott. Például a kegyuri templomokba a főúrnak volt beleszólása, hogy hol üljön, meg voltak a páholyok, és hogy milyen pap kerüljön oda. És aztán a püspöknek meg voltak azok a úgynevezett szabad adományozású plébániai, nyilván a gyengébbek, szegényebbek, ahova meg hát tényleg küldte a papokat, és itt egy óriási feszültség volt még 20. században is, ami a II. Vatikáni zsinat során törlődött el, tehát 1960-as évek végén, hogy egy kimondatlanul is megvoltak az alsó papság, és megvolt a felső papság. Hála Istennek, hogy ez a fajta kegyúri rendszer kivezetésre került, ő nagyon sok ideig tartott, de hála Istennek, hogy kivezetésre került. Én hoztam magammal egy dispozíciót, amit szeretnék felolvasni. Nem mi írtuk, hanem ez egy régebbi dispozíció. Lehet, hogy mi már ilyet nem tudunk írni, de szeretném ezt felolvasni 1955. augusztus 17-én kapta meg püspökétől Brenner János első is, hát ezt ugye akkor nem tudta ő sem, hogy egyben utolsó dispozícióját. Augusztus 17 és szeptember 1-től kezdte a működését, és postán kapta készhez. Na, annyit még ehhez, hogy én is, meg szerintem Robi atya is, mi még abban az időben nem tudtuk, hogy hova fogunk kerülni, illetve hát Robi atya, akkor még tanultál, tudta, hogy vissza fog menni, de én is postán kaptam meg, és minden nap néztem, hogy mikor érkezik már a postás, és hozza azt a bizonyos borítékot. Tehát így tudtam meg, miként hát Brenner János is, most már nem így van, de majd még erről is beszélek. Nézzétek ezt a szövegezést, ezt a megfogalmazást. Egy történelmi látlelet is egyébként. Miután a papi rend kegyelmét elnyerted, és teológiai tanulmányaidat befejezted, lelki és szellemi felkészültséggel küldelek az Úr szőlőjébe. Hogy dr. Kozma Ferenc tiszteletbeli esperes plébános oldala mellett rába kett helyen, mint káplán működjél. Amikor főpásztori áldásommal első utadra bocsátalak, az apostol szavaival kötöm lelkedre, el ne hanyagold a kegyelmet, amit készfeltétel által kaptál. Kötelességeidet teljesítsd pontosan. Ezeknél tarts szem előtt a püspöki kar és a kormány között kötött megállapodást, és annak szellemében igyekezzél népünk javát szolgálni. Hát ez egy kötelező betét volt akkor, ugye az 50-es években. Különösen lelkedre kötöm, hogy jó példával igyekezzél a hívek lelki épülésére szolgálni. Plébánosod iránt légy tisztelettel és bizalommal. Mint munkatársa, végezd a lelkipásztori teendőket, miként azt az egyházi törvénykönyvünk előírja. Őrizd meg élő hitedet, és igyekezzél azt gyakorlati érzéssel párosítani. Minden munkát, önmagadat is szentelje meg. Állomás helyedet szeptember 1-ére kell elfoglalnod akként, hogy káplán elődöd új állomás helyére még szeptember 1-én megérkezhessem. Mielőbb jelentkezz hivatalomnál, hogy a határsávba szóló engedélyt megkaphasd. Hogy működésed Istennek tetszésére legyen, és hogy az ő kegyelmei kísérjék utaidat, szívem mélyéből adom rád apostoli áldásomat. Imáidba ajánlottan maradok, Krisztusban jó akaró atyád, Sándor püspök. Erre a dispozícióra majd még szeretnék majd az idő függvényében kitérni. Most azonban folytassuk az áthelyezések folyamatán, hogy hogy történik mindez itt a Szombati Egyházmegyében, de egyébként a világegyházban nagy részben így zajlik. Minden megyés püspöknek van egy tanácsadó testülete, tanácsosok testületének hívják, hogy tudjátok, ez
nálunk egész demokratikus módon kerül kinevezésre. Tehát nem úgy, hogy a megyéspüspök föl kell, kinyitja a papi névsort, ez legyen, ez legyen, ez legyen. Az, az nem. Hanem van egy úgymond szavazás, papi összejövetel, minden, szinte minden atya ott van, csak meg kell jelölni azt a három embert, akit szívesen látna, ilyen tanácsadóként a püspök körül, és a legtöbb szavazatot kapók kerülnek ebbe a grémiumba, akiket az atyák úgy tartanak, hogy van bizalmam irányukban, irányában, szívesen venném, hogyha ő szócső lenne köztünk és a püspök között. Tehát, hogy nekünk van egy ilyen tanácsosok testülete, nagyon őszinték, tehát, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy meghökkennek, hogy hát, tehát nagyon őszinte a légkör, néha ez fájó is tud lenni egy vezetőnek, de nem dughatjuk homokba a fejünket. No, és az egész úgy indul a diszpozíciós folyamat, hogy január-februárjában megjelenik a egyházmegyei körlevélben egy tájékoztatás, hogy aki bármilyen okból kifolyólag szeretne új állomás helyre kerülni. Nyilván ez nem vonatkozik a leendő új misésekre, mert tehát az a legelejét azt nehogy már kérje, hogy hova szeretne kerülni. Tehát akinek van ilyen igénye, az írásban benyújtja a püspökségre. És minden évben van. És ismétlem, hogy ezt nem mindig tudják a hívek. De akkor ezt úgy gondolom, hogy egyértelműen rögzítettem az elején. És akkor olyan április-május magasságában összeül a tanácsosok testülete, és hát megy egy ötletelgetés. És megy és püspök nagy nyíltsággal jegyzetel, gondolkozik, átimádkozza, és dönt. Nem arról, hogy ki hova fog kerülni, hanem hogy ez az opció, mint lehetőség, és utána jön az a folyamat, amikor behívjuk személyesen a lelkipásztorokat, vagy kimegyünk személyesen, most már második éve rám testálta ezt a János püspök, és borzasztóan féltem tőle, de el kell, hogy mondjam nektek, dacára annak, hogy azért vannak hangoskodások egy-egy helyezés kapcsán, hogy én pozitíve csalódtam a papságban. Tehát, hogy mindent meg lehet beszélni. És mindent meg lehet érteni. Tehát szeretném ezt a diktatórikus vezetési stílust úgy eloszlatni a fejekben, hogy nem, tehát mindenkivel leülünk, mindent átbeszélünk. És hát akkor a kihirdetés az általában nyár elején történik, megjelenik a sajtóorgánumokban, a hivatalos közleményünkben, és ennek az az oka, hogy mondjuk egy június elején, és akkor augusztusban, hogy van 2 hónap, mert hát azért mégiscsak föl kell mérni azt az adott helyet, hogy hova megyek, festetni kell, mutatni. Tehát ez egy nagyon praktikus szempont, hogy ilyen korán kiderül, hogy legyen idő kellőképpen fölkészülni, és még így is sokszor előfordul, hogy augusztus elsőjével nem tud beköltözni az új helyre az atya, mert nincs szakember, még festenek, és így tovább, értitek. Tehát nagyjából ez a folyamat. Az áthelyezések gyakoriságáról kicsit rövidebben, de ejtsünk néhány szót. Hát ez függ a vezetőtől, a megyés püspöktől. Tehát vannak egyházmegyék, ahol gyakrabban, és valahol hosszú évekig, évtizedekig van egy-egy lelki pásztor. Én személy szerint a káplánoknál, a kezdőpapoknál jónak tartom, hogyha nem csak egy helyen van, hanem egy-két másik helyen, tehát hogy ne csak faluba legyen, városfincs legyen, és fordítva. Tehát egy káplánatyáknál ez jó, hogy belekóstoljanak jobban az egyház megyébe, hogy ne csak Zalánba, hanem Vasba, és így fordítva. De plébánosoknál én személy szerint azt tartom jónak, hogyha van egy hosszabb idő.
hogyha jól működik minden. Olyan nincs, hogy tökéletesen, mert minden atyának azért vannak ellenlábasai, de hogy rendben mennek a dolgok, gyümölcsözően mennek a dolgok, akkor ha egy mód van rá, hogy hagyjuk így, de majd még erről fogok beszélni. De hogy mi az oka? Mi lehet az oka az áthelyezéseknek? Én öt dolgot gyűjtöttem össze. Kezdem az egyházmegyei vagy a világ egyháznak a szükségletei. Tehát ez egy olyan szempont, ami messze fölül emelkedik a személyes, egyedi, nem egyszer önző érdekeken, hogy az egyház megye püspöke igenis sokszor kell, hogy mérlegelje a különböző plébániák igényeit, hogy az szerint helyezzen át papokat, hol most ott adott helyzetben nagyon nagy szükség van, mondjuk egy olyan karizmával rendelkező papra, aki mondjuk rendet tud tenni, vagy például egy nagyobb közösség, buzgóbb közösség, van úgy, hogy kell oda már egy több papot is, tehát hogy nem elég egyedül, és hát tudjátok, van úgy, hogy már nem tudjuk a szent maradékot tartalmazó plébániákat tartani, mert fogyunk, hogy tessék imádkozni. Jó, hogy legyenek papi szerzetesi hivatások, mert itt a Szombati Egyházmegyében még azt kell, hogy mondjam, hogy jól állunk, Győri Egyházmegyében is, de hogy a megyünk keletre, hát, szóval nem ritka, hogy egy papnak 20 fölötti községe van, amit próbál ellátni, de hát elláthatatlan. Tehát az már csak a tűzoltás. Mi még nem vagyunk itt, és nagyon nagy szükség van a világi munkaerőre, lektorokra, akolitusokra, diákonusokra is, és a jó akaratú egyházunkért, egyházközségükért tenni akaró személyekre, mert csomó mindent meg tudnátok ti civilek csinálni, amit jó néhány esetben a pap. No, tóval szükség van rátok. Ezek az egyházmegyei szükségletek, ugye említettem, hogy hát van, akiket be kell hívni a központi szolgálatba. Mert hát itt is kell. Hát higgyétek, hogy sokszor nem egy leányálom reggeltől délutánig ilyen iratokkal foglalatoskodni, de hát ezt is valakinek végeznie kell. Vagy van úgy, hogy a magyar egyház kér el papokat, tehát nem mindenki a budapesti esztergomi egyházmegyéből kerül ki országos központi szolgálatokra, hanem hát minden egyházmegyének bele kell adni az embereit, és hát nekünk is vannak egyházmegyétől távol működő, akár Győrben, akár Budapesten, vagy külföldön szolgáló atyák, és ezek egy ilyen magasabb szükségletek, amit a megyés püspöknek mérlegelnie kell, hogy elenged bizonyos időintervallumban általában 5 évre szokták elengedni az atyákat. Na, tehát ez az egyik, tehát a világegyház, vagy a magyar egyház, vagy az adott egyház megyének a szükségletei. A másik, a személyes fejlődés. Tehát, hogy van az a emberi karakter, akinek nem jó, hogyha túl sokat van egy helyen, hogy bezárkózik, befásul. És a személyes fejlődés érdekében van úgy, hogy mozdítani kell valakit. Tehát is itt mondtam a káplánokat, hogy ott ez nagyon fontos, hogy új kihívásokkal nézhessen szembe, aztán lelkileg, szakmailag növekedjen. Aztán a harmadik, amit fölírtam, a plébániai helyzetek. Vagy plébániai közösségben problémák adódnak, mondjuk konfliktusok, vagy a lelkipásztori munka nehézsége miatt a püspöknek van úgy, hogy döntenie kell, hogy más papot helyezzen oda. Aztán ezt is fölírtam, hogy az egészségi állapot. Van úgy, hogy van, aki a kora miatt képtelen már ellátni egy nagyobb plébániát. És ezt belátja, vagy be kell látni. Hát ezek nehéz dolgok. Az őszintesség a legegyenesebb út ebben is. De oda kell figyelnünk, és nem csak a fizikai egészségre, hanem tudjátok, kell imádkozni a jó atyákért,
fiatalatyákért is. Tehát egyre több nem csak a testi betegség, hanem a mentális nehézségek, problémák, amikkel szembe kell nézni és észre kell venni, hogyha egy-egy paptestvér segítségre szorul. Amit még fölírtam, hogy mi lehet oka egy helyezésnek, az szakértelem, így írtam, és egyáltalán a hivatás. Tehát, hogy van, akinek a fiatalokhoz van inkább karizmája, van, akinek az idősekhez, a kórházba tud zseniálisan működni. Nem mindenki képes arra, hogy kórházlelkész legyen. Aztán hogy a szakértelem, hogy a továbbtanulás, hát a világi munkahelyeken is mindig megvan a továbbképzés, és hát van akit, hát általában fiatalabbakat, arra kérjük, hogy képezze magát, tanuljon tovább, esetleg külföldi tanulmányot, ösztöndíjat elfogad-e, mert szükség van képzett papokra, és hát nyilván, ha valaki mondjuk Rómába megy tanulni, hát azt akkor helyezni kell, és oda kell valakit utána tenni. Az utolsó etap, amiről beszélnék mi a dispozíciók kapcsán, ezt a címet adtam, a hívők és az érintettek reakciója egy-egy áthelyezésre. Mert általában a hívek vegyes érzelmekkel fogadják a papi áthelyezéseket, sokan kötődnek a papjukhoz, és ez nagyon jó, szeretik a papjukat, és nehezen fogadják el, hogy őt elhelyezik, és egy új lelki pásztor kerül a közösség élére. Mások számára pedig az új pap érkezése frissességet, új lehetőséget jelenthet a plébánia életében. És itt utalnék vissza Brenner János dispozíciójára. Meg volt említve a dr. Kozma Ferenc. Elnézést kérek, nem megsérteni akarok senkit, Robi atya is ugye Szent Gotthárdi, és atya vannak onnan a környékről, hát hogy az akkoriban a határsáv miatt az Isten háta mögötti hely volt. És a Kozma Esperes az ugye nem a nagy templomban, a gyönyörű szép barokk székesegyháznak is beillő templomban volt, hanem tehát a Perem vidéken, Rábaketely, Mária újfalú, zsida, farkasfa, magyarlak, és hát szegény települések voltak akkor. Doktor Kozma Ferenc. Az ő papi élete Mindszenty mellett indul Egerszegen. Egy szeretett káplánja, a Mindszentynek pedig az nagy szó. És utána jön a karrier. Franciaországba kikerül, 10 évig kim Franciaországban, párizsi magyar főlelkész. És akkor a püspöke, megyés püspöke, hazahívja, mert egy spirituális alkat, ugye ez az a központi szolgálat, egy minden fölülíró elv, hogy az egyházmegye érdeke. Azt kívánta, hogy lelki ember kell a kispapoknak a szombathelyi papnevelő intézetbe, és hazahívja. És ugye a szemináriumot feloszlatják is. Hát így kerül, és mondom, ne sétődjön meg senki, de tulajdonképpen az Isten háta mögöttibe. Egy rendkívül művelt, intelligens, nagy tudású ember apró kis falvakban. És boldog pap volt ott. És itt van a Brenner Jánosunk, hát polgári származása, az előjárók agyon dicsérik, gyönyörű jellemzések. És hova kapja ez a egy úri származású fiatal papa helyezést, hát megint csak egyszerű, szegényes falvakba. És akik ilyen engedelmes lélekkel fogadják a megyés püspöknek a döntését, de abból mindig csak áldás fakad. Az engedelmességből áldás fakad. A hívek mondták, hogy ők úgy voltak, nem mint főnök és beosztott, hanem mint a apa fia.
és hogyan formálta a Kozmás Peres a fiatal atyát, a prédikációira odafigyelt, hogy egymás szertartásaira, litániákra elmentek. És Kovács Sándornak a bölcsessége, hogy hát lehet, hogy nincs túl sok lelkipásztori munka, de hát nyelvet tudnak tanulni. Brenner János is egész jó beszél franciául, hát akkor a Kozmás Peres még mennyire. És kiváló alkalom is, ők beszélgettek franciául. És kihasználták ezt a lehetőséget. És e kapcsán jegyzem meg, hogy biztos, hogy fölmerül bennetek, hogy mondhat-e egy pap nemet. És erre azt kell mondanom, hogy igen, bárki mondhat nemet, hisz lehetnek olyan szempontok, amelyek addig nem voltak világosak. És amikor van az a bizonyos négy szem közti beszélgetés, akkor jöhetnek ilyenek elő, amire azt kell, hogy mondjam, hogy na most ez fölülír egy döntést. Tehát mondhat nemet. Viszont azért a nem mondás mögött előjön ám az önzőség, hogy az én személyes, egyéni, egyedi érdekem. Szóval ez az engedelmesség, ez úgy van, hogy amikor felszentelnek minket pappá, akkor megkérdezi a szentelő püspök, hogy ígérsz-e tiszteletet és engedelmességet nekem és utódaimnak. Szóval az engedelmességen rajta van az Isten áldása, az engedetlenségen meg pont az ellenkezője. Maximilian Kolbe írta egy helyen, hogy az engedelmesség az egyedüli útja annak, hogy az Isten által akar dolgok történjenek, hogy épüljön az Isten országa, még úgy is, hogy az előjáró tévedhet, mert tévedhet. De ha valaki ezt engedelmes lélekkel fogadja, úgy ír Maximilian Kolbe, kivétel akkor, amikor isteni törvénnyel szemben menne az előjáró, ezt leszámítva. De az engedelmességen rajta van az Isten áldása. Én adnék lehetőséget a kérdésekre, mert azt gondolom, hogy azért sokakat izgat ez a téma, és hát amire tudok, akkor megpróbálok válaszolni, de ezzel zárom, hogy az áthelyezések az mind a papok, mind a hívők számára a változás és az alkalmazkodás lehetőségét hordozzák, de mindig az egyház közös küldetésének a megvalósítását szolgálják. E célból vannak dispozíciók. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Köszönjük szépen Püspök atyának! És most nekem már itt írásban elég sok kérdés érkezett, úgyhogy ezekből fogok majd felolvasni, de aki személyesen szeretne kérdezni, az is bátran tegye meg. A menüsorban ott van a Raise Hand ikon, azzal, hogyha jelentkezik, akkor azt látni fogjuk, jó? És amíg a bátorság megjön, addig az írásban érkezett kérdésekből fogok felolvasni. Egy dispozíció meghozatala során melyik egyházközség élvez prioritást, ahonnan elkerül az atya, vagy ahová kerül? Is. Általában, tehát mind a kettő lehet indok, tehát hogy ahonnan elkerül az atya, hogy annak valami oka van, hogy ő elkerüljön, illetve az is egy szempont, hogy kell frissíteni egy plébániát, és akkor, hogy na, ő az az a személy, akiben látjuk ezt a lehetőséget. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy is. Ez hát mindig személyre szabott, meg a plébániára szabott. Következő kérdés. Mivel jár az, hogyha egy atya megszegi a dispozícióval járó előzetes titoktartást? Egyrészt a tanácsosok testületénél is ezt mindig kéri a megyés püspök, hogy ami ott elhangzik, az szigorú titoktartás, tehát kvázi, mint a gyónás titok lenne, éppen abból kifolyólag, hogyha mégse történik meg az az áthelyezés, de ez kitudódik, és az emberek elkezdenek erről beszélni, akkor ez lehet egy bélyeg az adott atyán. Tehát egyrészt a tanácsosok testületének a tagjai felé is van ez a kérésünk, illetve az a bizonyos négy szem közti beszélgetés is egy titkos beszélgetés, tehát hogy
Tehát részünkről ez nem derül ki. És én azt gondolom, hogy az érintett atyának az érdeke, hogy ez titokban maradjon. Hát olyan előfordulhat, hogy valaki, úgy, hát engedelmesség, ugye jó, de hát úgy beindulnak a dolgok, és csak elmondjuk a sekrestésnek, de úgy, hogy nem mondja el senkinek, meg hát azért bizalmasan elmondjuk a polgármesternek, de nem kell a aláírás gyűjtés, nem kell, vagy ne tudjanak, vagy én nem tudok erről. Na, tehát ilyenek vannak, de ez sose jó. Tehát az az útja és módja, hogy amikor azt mondjuk, hogy mondjuk június 1, hogy addig tessék csendben maradni, és kívánni, kibőjtölni, utána úgyis beindulnak a dolgok. Még egy olyan kérdés is érkezett, hogy milyen okok miatt kérhet egy lelki pásztor helyezést? Hát ez számtalan. Tehát amiket felsoroltam, tehát hogy a egészségi állapota, családi állapot, ez most jól érts, hogy idősödő szülők is szeretnek közelebb kerülni. Tehát ez is lehet egy szempont, hogy valaki egyszerűen nem érzi jól magát, olyan megoldhatatlan konfliktusba keveredett, amire úgy érzi, hogy én ezt nem tudom megoldani, tehát ide valaki más kell. Tehát ezeket úgy próbáltam az előadásban felsorolni. Köszönöm szépen, Pászner Gábor jelentkezik, úgyhogy most egy élőben elhangzó kérdés következik. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenki, amen. Szabolcs atya, nagyon megfogott ez az engedelmesség kérdés. És egy picit a hívő közösség, vagy Isten népe szempontjából kérdezném, hogy mennyire vagyunk mi így az egyházban hívőként is ennek az engedelmességnek úgy a részesei, elszenvedői, vagy éppen nem tudom, megajándékozottjai. Tehát, hogy a hívekre is mennyire vonatkozik az a fajta engedelmesség, amit mondjuk a főpásztor így egy dispozíción keresztül gyakorlatilag egy változás generál az adott közösség életébe. Ugye az engedelmesség az egy erény. A szenteléskor a pap ezt megfogadja, a hívek nyilván nem. Ugyanakkor ezt az erényt gyakorolni, az nagyon dicséretes, és hiánypótlócik, egyre inkább hiánypótlócik az engedelmesség a hívek részéről. Sokkal inkább jönnek ezek a modern reagálási formák, például az aláírás gyűjtés. Tehát, hogy az utóbbi években az úgy nagyon jellemző volt, tehát most mit csináljunk vele, hát iktatjuk meg, csak az iratok számát növeli. Tehát, hogyha egy pap elfogadta a helyezését, akkor ezt tudomásul kell venni, engedelmes lélekkel a híveknek is, de ez egyre nehezebben megy, én legalábbis így látom, és azért hoztam ide a Brenner János dispozícióját, meg a Kozmás Peresét, mert nagyon sok minden múlik, azt gondolom, a papon. Tehát, hogy tálalja az ő áthelyezését. És azt gondolom, hogy nem jó dolog így sunyinak lenni, meg így eltusolni dolgokat, hanem egész egyszerűen az az őszinte gerinces, hogy valaki fölvállalja, hogy mondjuk én kértem. És légy szíves, hogy akkor hívek te, hogy ezt fogadjátok el. Még akkor is, hogyha nem tudom megmondani, hogy miért, de ezt fogadjátok el. Tehát hiányzik az engedelmesség a hívek részéről, tessék gyakorolni az engedelmesség. A kérdésem inkább az, hogy ez kötelessége a híveknek, vagy egy lehetőség a híveknek? Hát szabadságban. Ilyen szempontból. Valahogy bennem van egy olyan régi ilyen gondolat, vagy nem tudom, tehát hogy igazából ez így a kereszténységünk, meg az egyházhoz való tartozásunknak ez egy fontos eleme, ami nem ilyen választható opció. Hogy ez nem tudom, honnan szedtem, de... Ez így van egyébként, csak ugye egy dolog a gyakorlat, más dolog a teória, az elmélet. Tehát ez elméleti szinten teljesen egészében igazad van, de ugye ezt próbálok erre utalni, a gyakorlati szinten kiveszőkében van az engedelmes lelkület.
Nagyon durvák tudnak lenni a hívek. Tehát vannak olyan levelek, amit nem is mutatunk meg mondjuk a titkárságon, hanem van ilyen titkos levéltár, tehát hogy az inkább oda kerüljön, hogy jó, jobb, hogyha nem látják, mert néha hát, botrányos stílusban is érkeznek felterjesztések. Hát ami nem szép dolog, azt gondolom. Köszönöm. Én köszönöm. Köszönjük szépen, és közben Andi is jelentkezett, úgyhogy öné a szó. Mikrofonját Andi kapcsolja be, legyen szíves. Igen, közben aztán írásban is elküldtem, mert azt hittem nem jön meg. Az lenne a kérdésem, hogy mi az esperes és mi a feladata? A klasszikus megfogalmazás az esperesnek, ilyen népnyelven, ők a püspök szemei. Általában a maga van a nagy területi egység, úgy hívják, hogy egyházmegye, és az egyház megyéket területi szinten különféle kisebb-nagyobb részekre osztják fel, nálunk 10 esperesi kerület van, és tulajdonképpen az esperes feladata az, hogy törődjön, odafigyeljen az alátartozó papokra, és ha úgy van, akkor kérjen segítséget, és ő maga is segítsen, megszervezze a helyettesítés. Ez például, és sokszor ide futnak a püspökségre, de ez azért van az esperes, hogy a saját kerületén belül próbálják a helyettesítést, akár ige liturgiákkal megoldani. Tehát egyfajta vezető szerepet kap az esperes a mi egyház megyénkben szintén választás útján, tehát a plébánosok, lelkipásztorok, káplánok ajánlják, hogy kit szeretnének, és általában ő szokott lenni az esperes is, 5 évre kapja a megbízatását, tehát hogy ez egy ilyen ismétlődő periódus, tehát hogy 5 évente lehet váltani, akár hogy megerősíteni. Következő kérdés még, ami írásban érkezett. Mi kell ahhoz, hogy egy atyát elhelyezzenek, illetve hogy a hívek miért nem tudhatják meg, hogy pontosan miért kell elhelyezni valakit egyik helyről a másikra? Igen, hát nyilván ez a írásbeli kérdés, mely korábban érkezhetett, vagy az előadás elején, tehát hogy ezt próbáltam így kifejteni, hogy tehát vannak ilyen belső intim dolgok, ami nem, bocsánat, de nem tartozik a közvéleményre, és amit esetleg az atya nehezen vállal föl. Ilyet mondok, hogy valaki, tehát van olyan típus, hogy aki a betegségét szégyelli, és nem szívesen mondja el, és mondjuk ott azon az adott helyen voltak olyan lelki kiváltó okok, ami miatt ez kialakult nála, de szégyelli, nem szívesen beszél róla, zárkózott. És hát vannak sokkal keményebb ügyek is, esetleg fegyelmi ügyek, tehát hogy egy olyasmi történik, olyat követ el az adott lelkipásztor, ami miatt bele kell nyúlni az ő életébe is, és sokszor a megmentése érdekében egyébként meg vannak a papok megmentése érdekében van egy intézményrendszerünk, hivatásgondozó ház, hogyha valaki mondjuk szenvedélybeteg, és akkor van, hogy ki kell venni a plébániáról is, és elvinni egy fél évre egy gyógykezelésre. De ezek tehát ilyen intim dolgok, amiről úgy gondolom, hogy nem örülne ennek az atyák, de most akikhez én beszélek, hogy az nem jó, amikor a bors meg a blik foglalkozik valakivel. Ilyen kis szaftos plegykák. Semmi közük hozzá. Igen. A dispozíció után mennyire szabad, illetve mennyire lehet egy korábbi egyház községgel kapcsolatot tartania egy atyának? Szakítson meg minden kapcsolatot, vagy fenntarthatja-e a kapcsolatokat? Igen. Ez iratlan szabály, ősi papi bölcsesség, hogyha te egy helyről elmentél, akkor oda ne járjál vissza. Ez személy szerint a lelkipásztornak sem jó, mert nem fog megnyugodni, és nem fog beilleszkedni az új helyén. Másrészt a híveknek sem jó, mert még mindig, hogy hát ő a mi kis atyánk,
és nem jó az utódnak. Tehát ez nagyon el tudja lehetetleníteni egy utódnak az életét. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy soha nem mehet vissza arra a területre, hisz minden papnak vannak olyan családtagok, akik tényleg a sajátjai. És hogyha, tudom én, temetés van. Én azt gondolom, hogy ez az előd meg utód közötti kommunikáción múlik, hogy figyelj, persze, gyere, csak temesd el, misézünk mondjuk közösen, gyászmisé, de temesd el. Tehát ez rajtunk is, papokon is múlik, de ez nagyon fontos, hogy ne tegyük tönkre se a saját magunk, se a kollégánk életét, ne nehezítsük meg. Az előadásban volt már arról szó, hogy mondhat-e egy atya nemet a dispozícióra, de az egyik kérdés egy kicsit még ebbe egy pici részletbe így belekérdez, hogy akár, hogyha nemet mond, akkor éveken át is megteheti-e ezt? Azt kell, hogy mondjam, hogy meg. Most így országos viszonylatban ismerek olyan püspököt, hogy akinek egy atya nemet mond, hát akkor ott hagyja. Csak hogyha nagyon muszáj, akkor kezdje el újra bolygatni ezt a helyezéses dolgot. De van olyan püspök, aki megpróbálja még egy év után, utána évben is. Tehát ez püspök függő, hogy ki, hogy reagálja le. A mi megyés püspökről az el lehet mondani, hogy tehát ő nem haragtartó. Tehát, hogyha valaki nemet mond neki, akkor az nem jelenti azt, hogy na, akkor itt a skatulja szem, akkor ide kerültél. És volt rá példa, hogy valakit másodszor vagy harmadszor is megszólítatott. Segítsége a megyés püspöknek, ha jelzéseket kap a hívektől az egyes atyák kapcsán, vagy jobb, ha nem folynak ebbe bele? Abban az esetben segítség, és ezt meg is köszönjük, ha nem névtelen. Tehát tudjátok, a névtelen levél az. Tehát vállaljuk fel, hogy én valakinek segítő szándékkal, egy atyának így tudok segíteni, hogy adok jelzést, és az ő szemébe is merjem ezt fölvállalni. Tehát ne legyünk gumigerincűek. Jó, tehát hogyha, és ezt, én ezt, és kérem is a vezetés nevében, hogyha ha valahol gond van, merjenek nyugodtan szólni névvel, elérhetőséggel, hogy utána követhető legyen. Tehát ugye a Biblia első hasonjain hangzik el ez a kérdőmondat, hogy őrzője vagyok én testvéremnek? Ezt ugye Káin teszi föl. És erre az a helyes válasz, hogy igen, őrzői vagyunk egymásnak, és igenis kell szeretni a papjainkat is, van úgy, hogy aggódni kell érte, és esetleg lépéseket is tenni. De ha ez szeretetből fakad, segítő szándékkal, akkor ezért hálásak vagyunk. És ami még érkezett, az egy észrevétel, vagy egy gondolat, és erre nyilván Püspök atyának a reakcióját szeretné valószínűleg a észrevételt megtevő kérni. Rengeteg kritikát kapunk mi világiak is a papi és közszereplő hívek körüli botrányok miatt. És tény, hogy a botrányos esetekről, a botrányos életű közszereplő hívekről, illetve papokról nem folyik az egyházon belül belső fórumon érdemi beszélgetés. Ez így nem igaz. Tehát, hogy itt a belső fórumon nagyon is folynak a beszélgetések és döntések. Az, hogy vannak olyan esetek, amiről tényleg nem tudunk, és ez sem képzeltük volna egyik-másik közszereplőről, most így országos viszonylatban, hogy kettős életet él. Én azt gondolom, hogy most itt az ideje, hogy legyen egy belső fórumon, egy belső tisztulási folyamat. Igazából szerintem minden püspököt megviseltek a közelmúltnak a kiderült ügyei, és még nem beszélgettünk közösen erről, de hamarosan lesz egy lelki gyakorlatunk, és azt gondolom, hogy egy központi téma lesz, hogy hogyan tovább Magyar Egyház is a megújulás útján.
Köszönjük. Weber István jelentkezik. Tiéd a szó. Mikrofont kapcsolt be. Igen. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban, mert én tudom, hogy vannak olyan fórumok, ahol vannak, akik beszélgetnek erről, de azért azt gondolom, hogy a hívek nagyon sokszor jeleznek névvel is, arccal is az előjárók felé olyan panaszokat is, aminek mögé is állnának nem is egy-két-három ember, hanem több is, és mégsem történik semmi. És ezekről nem folyik beszéd az egyházon belül. Tehát elhiszem, hogy van olyan nagyon-nagyon szűk belső kör, ahol erről beszélnek, de az egyház maga, mint egység nem funkcionál sem főleg a papjai körül, főleg nem funkcionál úgy, mint hogy egy családnak funkcionálnia kell a családon belüli problémák körül. Tehát én arra gondolok, itt most nem akarom nagyon hosszan, mert jó körülményes tudok lenni, de például azt gondolom, hogy tényleg én a cölibátusnak mindig ezt láttam a legnagyobb veszélyének, akkor is, amikor még cölibátusban éltem, hogy nincs az ember körül olyan ember, aki úgy, mint hogy a felesége, vagy még inkább szerintem erre dizájnolta a Jóisten a kamasz gyerekeket, hogy az mondja a szemembe, és sokszor ahogy mondja, az esetleg durva, vagy, de azért általában a kamasz gyerekeinek a kritikája akkor fáj az embernek, az nagy részt igaz. És ez a papság életéből mindenképpen hiányzik, minél följebb van, de már egy vidéki plébánoknak az életéből is, és ezt valahogy meg kéne oldani, mert hogy azt látom, hogy ez teljesen jogos ez a kritika, tehát hívek egymás közt, amint összeszabadulunk, akár egy online fórumon, akár az életben, akkor minden olyan, amit egyébként kifele nagyszerűen védelmezünk és falazunk, az egyszerre kidől a panaszáradat, és elkezd jönni, hogy ja, hát azért nálunk is van ilyen ám, meg hogy ja, én azt hittem, hogy a mi papunkról beszéltél. Tehát, na, befejezem. Jó, röviden válaszolnék, ez is egy ilyen ősi papi bölcsesség, hogy kutyának kutya, a papnak pap a barátja. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyenek papi összejövetelek, közösségek, még ha csak névnapok szintjén, vagy egy kis ünnepség szintjén is, és nagy lépülés van a papság körében, tehát egyre inkább, tehát Covid után meg pláne mély zuhanás, hogy elszigetelődnek a papok, és ebben egyetértek, hogy a tükör hiányzik, tehát az kevés a fürdőszobában lévő, hanem a személyes tükör. Ebben egyetértek, de most a cölibátusba nem szeretnék bemenni, az egy másik téma, mert talán beszélt is róla János püspök, hanem amit még szerettem volna Pisti mondani, hogy miért nem történik, mikor vannak névvel ellátott konkrét segítő szándékú visszajelzések, miért nem történik semmi, azért, mert tehát a püspök is, hogy mondjam, ember, és nem mindig jó vezető, és vannak vezetési hibák. És a püspök is tévedhet, hozhat helytelen döntéseket, dispozíciókat is, és utána jön a dilemma, hogy mi lett volna jobb. Ezt is el kell ismerjem, vagy be kell, hogy valljam, hogy a püspök is hát, követhet el vakikat, kisebbeket, meg nagyobbakat is. Nem könnyű a vezetés. Nagyon rövid, csak hogy tehát legalább tényleg azokat az eseteket, amik, tehát majd gyakorlatilag akkor történik valami, amikor valami bekerül a médiába. Tehát ameddig a médiába be nem kerül egy botrány, hiába jelzik a hívek esetleg éveken keresztül, szisztematikusan, sokan, egyszerűen nem történik semmi. Egyetértek. És ez egy öngyilkos stratégia. Tehát én ez nem azért zavar, mert hanem ez egy öngyilkos. Látjuk, hogy ebből az történik, ami most van, hogy igenis azt mondják, hogy falazunk. Igen. Egyet kell, hogy értsek. És akkor, na de hát ebben nem lehet egyszerűen csak beletörődni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy amikor az ember látja, hogy lesz... Hogy lesz most ez az összejövetelünk, tehát hogy nem egy konferencia, hanem egy lelki összejövetel 4 napig összezárva. Én nagyon bízom benne, hogy
most kaptunk annyi pofont, hogy lesz érdemi beszélgetés erről, megosztás, hogy kinek hogy sikerül, vagy hogy nem sikerül, milyen hibákat követtünk el, de nincs kidolgozva még egyáltalán semmi stratégia sajnos, tehát le vagyunk maradva, tessék imádkozni a püspököket is, meg Böjtőnek. Köszönjük szépen, és így lassan most a kérdéseknek a végére értünk, úgyhogy ha esetleg még valakiben benne rekedt valami, az gyorsan mondja, illetve gyorsan jelezze, én pedig addig meghívom a testvéreket a következő találkozóra, mielőtt még Püspök atyának a zárszóra megadjuk majd a lehetőséget. A következő találkozónk az november 20-án lesz majd, tehát most körülbelül egy hónapot kell majd várni a következő előadásra. Deák Hedvig nővér jön majd, aki domonkos nővér, és a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolának volt rektora is, most jelenleg a dogmatika tanára, és a szellemi teremtményekről fog majd beszélni, angyalokról, démonokról, nagyon izgalmas lesz ez is majd, úgyhogy erre várjuk akkor majd november 20-án az érdeklődő nézőket. Püspök atyának pedig nagyon-nagyon hálásan köszönjük azt, hogy megint ilyen ügyesen, érdekesen tanított egy kicsit bennünket, és akkor a Püspök atya egy záró szóra szeretnélek még megkérni így a mai este végén. Kedves résztvevők, hát ez lehet volna tényleg nagyon nehéz kérdések, tehát azt gondolom, hogy most még itt még lehetett volna ezeket boncolgatni, és sajnálom, hogy nem tudunk mindig egész világos válaszokat adni. Segítsük egymást, és amit a legutolsó hozzászólásnál is, hogy tessék a vezetőitekét, lelkipásztorokért, püspökökért is imádkozni, böjtölni, ránk fér, és megköszönjük hálás szívvel. További szép estét mindannyiatoknak, meg most így adok egy áldást az éteren keresztül. Ez lenne a legvégső zárszó. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon, őrizzen, és oltalmazzon titeket a végtelenül jó, irgalmas és szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szép estét mindenkinek, sziasztok! Köszönjük szépen, Püspök atya, hogy itt voltál velünk, és köszönöm mindenkinek azt, aki eljött ezen a mai estén, és találkozunk november 20-án. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen!